Maj előnde, hónővér, 13. fejezet. Herik szörpötöntött nekem a sarokban álló asztalnál. Aprókat kortyolgattam, mert ivás közben nem kellett megszólalnom. Herik rám nézett. Hány éves vagy? Tudakolta. Nem sokára tíz leszek. Már tíz éves, a mindenit. Alacsony vagy a korodhoz képest. Igen, egy kicsit. Ismertem egyszer egy fiút, aki hasonlított rád, közölte. Tényleg? Te gyenge focista vagy? Igen, ő is az volt. Tudod, mit csinálta, míg a többiek kint rúgták a labdát a szünetekben? Mit? Az osztályban ült és rajzolt. Ó, az egész alsó végig végigrajzolta, meg a felsőt is. Végül aztán ez lett a munkája. A körülöttünk lógó képes lapokra mutatott, és ekkor egyszerűben megértettem. Maga volt ez a fiú. Úgy bizony. Szóval nem csak maga nyomtatta, hanem maga is rajzolta őket. Mindet. Én nem tudok rajzolni, mondtam. De úszni igen. És van egy barátom, aki szintén úszik. Sok barátod van? Nem, ő az egyetlen. Ráeszméltem, mit mondtam, hiszen most már ott van, Hedvig is. Egyébként meg nem tudtam biztosan, hogy Jóna barátom-e még. Az utóbbi időben nem úgy éreztem. Illetve azt hiszem kettő van, mondtam aztán mégis. Két barátom van. Két jó barát többet ér, mint száz rossz, vélekedett Hárik. Újra megtöltötte az időközben kiürült poharamat. Ízlik a szörp? Igen, feláltam. Csak így bátran van még. Megint mosolygott, és úgy éreztem, igazán megkedveltem. Ez hogyan működik? Mutattam a nyomdagépre. Ez az úcskaság? Kérdezte. Felállt, és rátette a kezét. Én csak Mártának hívom. Itt minden gépnek van neve. Tényleg? Miért? Minden magára valamit adó gépnek kell, hogy legyen neve. Na hát, Gyere ide, mondta Harry, megtanítom, hogyan kell használni. Festékes tubusokat vett elő, és bekente a nagy fémhengereket. Egyszerre egy szint nyomtatunk, közölte. Aztán megnyomott egy nagy piros gombot, és kijöttek a lapok. Először csak pirosan. Aztán kék szint kent a hengerekre. A kék szín elkeveredett a pirossal, és lilává vált. Végül a sárgát használta, amely a pirossal és kékkel egy elegyedve különféle narancsárgákat és zöldeket hozott létre. Nem bírtam levenni a szemem a pörgő gépről, meg a belőle kilökődő lapokról, amelyek minden újabb szín után egyre szebb látványt nyújtottak. Miközben dolgoztunk, telt az idő, egészen belemelegedtem, meg is feledkeztem arról, miért vagyok ott, Gombokat kellett nyomogatni, karokat húzogatni, és sok mindennel óvatosan is kellett bánni. Ezért semmi másra nem tudtam gondolni. Végre elkészültek a képeslapok, egy egész kupasznyi, minden íven négy-négy darab. Most szét kell választanunk őket, mondta Hárik. Oda vitt egy másik géphez. Öt Klárának hívom. Miért? Érdeklődtem. Szerinted nem úgy néz ki, mint egy Klára? De igen, nevettem. Együtt ráhelyeztük a lapköteket a fémlapra, majd Henrik megmutatta, hogyan kell meghúzni egy jókora kart, amitől egy ki és ketté vágja az íveket. Aztán ezt meg is így minden ívből négy képes lap jött ki. Parancsolj! A kezemben nyomott egyet. Ezt ráadásnak megkaphatott köszönetképpen a segítségért. Köszönöm, mondtam. Rem mosolygott. Készítsünk még egy adagot? Igen, vágtam rá, de aztán eszembe jutott a gaj Villa és Hedvig. Elvégre azért jöttem, és most, hogy így összebarátkoztunk, szörpöztünk és képes is nyomtattunk együtt, csak nem lehet abból baj, ha rákérdezek. Szeretnék mondani valamit, kezdtem bele, ami foglalkoztat. Láttam már magát. Még ma. Igen? Ott a... Ott a gajvilla előtt. Micsoda, mint a Herrick hangja hirtelen szigorúvá vált volna. Láttam magát, ott állt a gajvilla előtt. Mondtam. Értem. Egyszer csak elfordult tőlem, és neki állt összesöpörni a padról, padlóról a Clara által össze, alatt összegyűlt papír hulladékot. Henrik, szólaltam meg ismét, nem készítünk még egy adagot? Felhúzta az inge ujját, hogy megnézze az óráját, de nem úgy mint mintha látná is. Későre jár, közölte. Van egy óriási megrendelésem holnap reggelre. Muszáj felbörgetnem a tempót. De hát, szedtem össze magamat. Mi dolga volt ott a gaj villánál? Hiszen volt magánál kulcs, de nem ment be. Hirtelen megint rám merett, és tekintete ugyanolyan különös volt, mint amikor először láttam. Vajon dühös volt, vagy szomorú? vagy mindkettő? Tartsd magad távol attól a háztól, mondta. A partvisés alapát remegett a kezében. De miért? Csak tartsd magad távol tőle. De, és most menj, dolgoznom kell. Sietve elindultam, és vacsorára éppen hazaértem. Anyáiknak továbbra sem szóltam sem Hedvigről, sem a gajvilláról. Ezért hát Herikről és a nyomdáról sem beszéltem. Régebben még talán észrevették volna, hogy nagyon csendes vagyok és furcsán viselkedem, de mostanában nem. Aznap este a szokás szerint feküdtem le, és másnap reggel elmentem iskolába, mint mindig, de egyfolytában hárik járt a fejemben. Miért haragudott meg annyira? Mi lehet a gaj villatitka? Az iskolában nem igen tudtam figyelni, de nem számított, mivel az év utolsó előtti napja volt. Így amúgy sem tanultunk semmit. Csak az öreg fickóra meg Hedwigre tudtam gondolni. Aztán hazasiettem, bekaptam egy szendvicset, majd behajítottam a korcsajámat és porteskába. Meg kell kérdeznem Herdviget, muszáj lesz.